Én Antó Zoltán vagyok, az intézetnek a társadalmi innovációs programját vezettem, ami a Kreatív Város Fenntartható Vidék névre hallgat. A mai alkalommal egy nagyon érdekes témát dolgozunk föl, látják, hogy nagyon speciális címe van, Zékarolcs László tanár úr, aki információtörténész, elvezet minket a kultúra mély rétegeibe és magasságaiba egyszerre, és én látom az előadást, nagyon sok érdekes tárgyat hoztál ide, és alkalmunk lesz megismerni ezeknek a múltját, kapcsolódási pontjait, és bízom benne, hogy nagyon érdekes beszélgetés lesz az előadás után. Hallgassák szeretettel, tanár urat, aki információtörténész, nálunk fogalom, tehát Zékelként, amikor így hivatkozunk rá, mindenki tudja, hogy ha ő megszólal, akkor valami nagyon különleges következik. Bízunk benne, parancsolj. Köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Legalább a látványt valamivel talán módon van áll ellensúlyozni, mert lett egy kényszertartásom egy beállderék miatt, úgyhogy ez nem ne furcsaságként kérem, hogy értékeljék, hanem a empátia hullámait küldjék majd felém, amikor néha furcsán mozdulok meg. Ugye ráadásul egy ősbemutatóról van szó, tehát hogy azokhoz a sztár előadókhoz képest, akik gyakorlatilag egy kidolgozott, kicsiszolt éveken át összerakott dologgal stand-upolnak, én most első alkalommal próbáltam meg valamit megkomponálni, és hát ennek minden gyermekbetegsége leselkedik ránk. Még annyit mondanék, ugye, hogy aki a szájhigiénia, a szárnyasok, vagy a bútornyersanyag tárgyköre iránt érdeklődik, és azért választotta most ezt a programot, az lehet, hogy némiképp csalódni fog, mert igazából a célom az, hogy próbáljak annyit megmutatni, hogy egészen pici, parányinak tűnő művelődéstörténeti tárgyakból is gyakorlatilag alapkérdésekig, vagy lényegi összefüggésekig lehet eljutni, esetünkben például a kultúra változással kapcsolatban, és hogy mennyire csalóka lehet a kis tárgy, vagy az aprócska témakör, azt Michelin bizonyítja jobban, mint az egyes számú kiállítási tárgy, amit most körbe küldenék. Ugye a művelt választó polgár egy ilyen könyvet bátran voluminózusnak neveznek. Ez a fogpiszkáló gazdaság és technika történetével foglalkozó kimerítő monográfia, amit a Duke Egyetemnek a professzora Harry Petroski írt, akiről azt kell tudni, hogy az előző könyvei többek között a gemkapocs történetét dolgozták föl nagyon alaposan, izgalmas munkában tárta fel a csavarhúzó hosszú és izgalmas kultúrhistóriáját, ugye ami értelemszerűen a csavar nélkül nagyon nehezen képzelhető el megragadhatónak, de írt egy nagyon izgalmas könyvet a könyvespolc történetéről is. Az én személyes kedvencem a hittervező mérnöki hibák története, amit Petroski professzor megírt. És ha már ezt a könyvet bemutattam, és majd szép lassan hát körbeér, és mindenkinek módjában áll belelapozni a gyorsolvaságból ismert skimming és skipping módszerével, hogy mit tartalmazhat egy ilyen monográfia, addig elmesélem azt is, hogy magának a példánynak is különös története van, mert sok évvel ezelőtt módonban állt megszerezni ezt a felbecsülhetetlen értékű könyvészeti remeket, és egy Szombathelyen rendezett könyvtáros konferenciára elhoztam magam, hogy a vonaton ezt olvasom. Elővigyázatosan levettem a szép borítóját, olvastam a vonaton, egy kicsit bealudtam, de ami ennél fontosabb volt az, hogy magam fölé tettem, hogy nyugodtan tudjak aludni, és csak a leszállás után egy perccel jutott az eszembe, hogy itt maradt ez a különlegesség. Mire visszafutottam, már nem volt meg. Tehát valakinek a 2010-es évek elején pontosan erre a könyvre támadt kedve, borító nélkül, és hát én azonnal mentem a szombathelyi antikváriusokhoz, hogyha véletlenül föltűnne egy fogpiszkáló történeti monográfia, akkor itt a címem, itt az e-mailem érjenek el, visszavásárolom szívesen a saját könyvemet, tehát nem rendőrségi ügyet akarnék én ebből csinálni. És aztán szerencsére Amerikából $1 egy borító nélküli használt példányt megszereztem, ráraktam az előző kötet borítóját, és most íme, ugye itt nyűgözi le a jelenlévőket majd a könyv.
És ezt az egészet csak azért mondtam el, mert a művelődés történet egyik legizgalmasabb, sok-sok új fejlemények közül az egyik legizgalmasabb az, amely nem könyvek történetével, egy könyv megszületésével és hatás történetével, hanem könyv példányok történetével foglalkozik. Tehát, hogy az alacsony hőmérsékletek fizikájában, a pici zoom, a legkisebb méretekben a könyv példányok történetével hatolnak már be. Még 30 éve követték el az első ilyet, Kopernikusz alapművének minden egyes példányának a történetének megpróbáltak utána menni. És azon is van jó néhány könyv, ahol könyvpéldány történetet írnak már, és ez egy jó előhang, vagy előszó mai találkozásunkhoz, ahol még azért egy német nyelvű, de angolra lefordított másik fogpiszkáló történeti különlegességet, a könyvnek a címlapját is megmutattam, de valóban alapvetően tárgyakról lesz elsősorban szó. Egy kicsit Mizsei Zoltán barátunk jut az eszembe akkor, amikor ugye a címlapnak ez egy kicsit ilyen maestróra emlékeztető, ugye adagolóból, a diszpenzerből a fogpiszkálót két karjával kiemelő a figurát nézzük, mert hogy ebben a műfajban ugye azt kell tudni, hogy a figura megmozdításával egy szellemes szerkezet egy kis fiókocskát is megmozdít, amelyben a szigorúan vízszintesen fekvő fogpiszkálók kicsusszannak, és ezzel ugye a mechanikusan pont adott szögben és ponton érkező kéz által fölkaphatóvá válnak. Ez egy sokkal izgalmasabban kivitelezett figura, bár ugye a tárgyvilágban tájékozottak fölismerik ennek a bakelit ajzatnak a közepes silányságát, ugye amire ez a kidolgozott figura épül, de szerencsére ezen könnyen túljuthatunk, mert ugyanez a motivum megjelenik a magas művészet szintjén is. Ugye ez kifejezetten egy designer fogpiszkáló adagoló, egy olasz formatervező művész tervezte, gyönyörű körtefából és speciális fém ötvözetből van kivitelezve az eredetie. A jobb oldalon már egy kevésbé igényes utángyártást látunk, egy hát meglehetősen bizarr műanyag kivitelezésben, és persze ennél még különlegesebb műalkotások is születnek ugyanerre a variációra. Még annak is jelentősége van egyébként, hogy miért Argentínában tűnik föl ez a két izgalmas fogpiszkáló adagoló, ugye, ahol a lagúnák hangulatát megidéző módon ugye a bebillenő emberi kéz emeli föl a használatra a fogpiszkálót, és látszik az is, hogy sajátos műfaji követelményeknek kell eleget tenni, tehát szinte ugyanolyanok, de mégse, mert variációkat képez a művész. Na most a helyzet az, hogy ezek a legritkább fajták, ezek az emberes adagolók, mert hogy egyébként most mutatok delfinest, ezeket szeretem. Sajnos valódi példányt a delfinesből nem tudok mutatni, mert hát erősen túlározottan keringenek a másodlagos hát retro piacon. De itt egy pillanatra meg kell állnunk, mert előreugrok egy pillanatra, aztán majd vissza, mert persze, hogy a madaras fogpiszkáló adagolók azok, amelyek minket érdekelnek, meg amelyekről tudjuk, hogy az alapvető vagy a fősodros motivum világot jelentik, de azért, ha azt mondjuk, hogy a dolgok irtózatos méretű univerzumában, ahol bármi lehetne fogpiszkáló kicsippentő figura, hogy miért pont az ember, miért pont a delfin, és hát majd meglátjuk, hogy miért pont a madár az, ami kicsippenti a fogpiszkálót, ez egy olyan típusú kérdés, ugye, aminek örömmel ered a nyomába a művelődéstörténet búvára. És ez egy valóban fontos kérdés. Nekem néhai biológia tanárnőm jut eszembe ilyenkor, amikor ilyen kérdéseket teszünk föl, aki bármilyen hihetetlen fáskertinének hívtak szintén a Csetabás univerzum, ugye egy jól ismert személye ő, aki nagyon szerette, hogyha viccet mesélnek neki a érdekes módon a fiúk az osztályból, és volt egy ilyen nagyon, egyébként sose értette őket, erről szól most ez a kis beszúrt epizód, mielőtt komolyabb vizekre evezünk.
Van egy ilyen nagyon rövid vicc, hogy a villamos két végén két ismerős száll föl, és noha sokan vannak, elkezdenek kiabálni, hogy figyelj, hallottam egy jó viccet. Na mondjad, de túl sokan vannak, nem baj, akkor csak a poént mondjad. Kuglóf. És akkor fás kérdezik, miért Kuglóf? Miért Kuglóf? Perceket el tudott idézni, hát lehetett volna, már Karmazsin is lehetett volna, bármi lehetett volna a poén. A lényeg az ugye, hogy azt érezzük meg ebből, hogy nem a valódi kérdésre rezonál ugye az, aki meg akarja érteni a viccet, de itt ez a valódi kérdés. Tényleg ez a kérdés, hogy miért delfin? Ezt kell megértenünk. Miért ember? És hát persze, ugye, miért madár? Eljött a pillanat, hogy leleplezzem itt a hevenyészet kiállítást, mert a képek mellett azért valódi relikviákat is próbálok majd a jelenlévőknek mutatni, és ugye először elindítom a megkülönböztetett figyelmet szentelve ennek a gyémánt a szemnek. Elindítom ezt a bizonyos alap, a tárgyat nagyon sok variációban létezik. Ez az 50-es évektől népszerű ebben a kivitelben. Látjuk azt, hogy a görögöknek nem véletlenül ugye a saját nemzeti színeit tartalmazza az ő bólogató, fogpiszkáló, kiemelő madaruk. Nagyjából ugye innen az 50-es évektől kezdve ennek a fajta figurának van mostanáig egy közel 70 éves története, aminek a végső állapota ez a kínai rémálom. Ugye jól látszik, hogy a két, tehát hogy megformálásban, a szem kiemelésében, a színekben, formagazdaságban, ívekben, micsoda fényévnyi különbség van ezekhez a, hát nem is tudom mikhez képest, hogy milyen szintű formakultúra vagy tárgykultúra romlás következik be ezektől a szerkezetetől. Persze már úton van hozzám, tehát az előadásra készülvén találtam ezeket a képeket, már egy szériát azért kellett nekem rendelni, hiszen hogy a tengeren túlról ingyen szállítják ezeket az amúgy is jelképes áru kis tárgyakat. De látjuk, hogy hova jutott ez alatt a 70 év alatt a fogpiszkáló kiemelő madárnak a formakultúrája. És ugyanannyit vissza is ugorhatunk az időben, vagy ugye az 50, tehát mostanhoz képest sokat, 50-hez képest kicsit kevesebbet, mert hogy egyébként ez a klasszikus forma, ez egy art deco forma, valamikor a 20-as és a 30-as évek közepén már a kivitelezésben is igényességet és tartóságot sugalva, már akkor pontosan így születik meg ez a forma a maga funkciójával együtt, és igazából, ha végig gondolunk, akkor az ember, a delfin meg a madár között ebben a formában csak annyi különbség van, hogy mi az a figura, aki kiemeli a fogpiszkáló tartót, minden más tulajdonképpen közös, egyetlen egy motívumnak vagy egyetlen egy formának a történetét látjuk, az anyagok különböznek, ez egy nemes bakelit, ugye nagyjából, tehát alig vagyunk pár évvel igazából a különböző típusú műanyagok, köztük a bakelit komoly felfedezésének, ami egy csomó mindent forradalmasít egyébként a technika történetben is. És ezek a fogpiszkáló tartók aztán beépülnek a tömegkultúrába annyira, hogy nevük is van, tehát hogy ő például Willy, nagyon sokan gyűjtötték az Egyesült Államokban, dobozzal együtt szállították ki, ő Willy, de ez a másik, ez a kedvencem, Archie McPhee, ugye neki nem egyszerűen csak egy beceneve van, hanem egy teljes rendes neve. Még azt sem tartunk kizártnak, ugye, hogy Nanny McPhee-nek is köze van hozzá valamilyen formában, de ő Archie, és látszik megint csak a szemén, hogy nem akárki ő. És ha már anyagról beszélünk, ez a figura, amit itt látunk, ez öregebb a legkorábbi bakelit fogpiszkáló tartónál is, és ugyanazt látjuk rajta, hogy egy szellemes nyitó szerkezet, tehát amikor megindul a madár figura, ugye azonnal kinyílik egy kis fiók, megjelenik, ott látszik jobb oldali képen kinyílt a fiók, ha lenne benne fogpiszkáló, akkor fölcsípni, és tökéletesen azonosítható a madár figura, és látjuk, hogy a bakelithez képest, hogy a minőségi nyersanyag a fa, és azt is látjuk, hogy
Párhuzamosan azzal, ugye, ahogyan ezek a műanyag szerkezetek a népszerűvé válnak, persze ugyanez a stílus, ugyanez fával is hát megtalálja maga útját, de olyannyira ez egy egészen friss, tehát a előbb bemutatott kínai rémálomhoz képest, ez a különösen igényes japán gyönyörűség minden ízében, azon kívül persze, hogy inkább ilyen tégla, tehát szögletes, és nem ez a gömbölyű, ettől eltekintve mindenben pont ugyanolyan a többi, de látszik rajta, hogy egy extrém esztétikai igénynek is próbál megfelelni, a fa kidolgozásával, hát gyönyörű. Hagyom is egy kicsit még, hogy gyönyörködjünk benne. Sajnos ez megint az az árfekvés, ahol ugye kelet-európai közalkalmazottak nem feltétlenül indulnak csatába az eBay nagy ragadozóival szemben. De ami miatt most ezt, tehát egy pillanatra kilépek a szerepemből, és szeretném megmutatni azt, hogy amiről eddig közvetve szó volt többek között, az az úgynevezett esztétikai tárgyhasználat, tehát egyébként, hogy valamilyen funkcióra a mindennapi életterünkben megjelennek aprócska objektumok és tárgyak, és az, hogy egyébként ők hogy vannak kidolgozva, akarja a mi szépérzékünket megmozdítani, milyen típusú tudások, milyen kézműves ismeretek fagynak bele, arra most a milliamper mérőnek a históriáját hoztam analógiának. Látjuk, hogy hogy ahogy időben közeledünk egy napjainkhoz, úgy válik, úgy tűnik el a fa, a fém, majd a nemes bakelit igénytelen műanyaggá, és végül egyébként az egész egy digitális rémálomba fordulva ér véget ez a hosszú történet. És joggal kérdezhetik a jelenlévők, hogy mit keres a fém, hiszen eddig nem volt semmifajta fémünk még. Hát most lesz. De ezek még mindig műanyagok, mert hogy azt látjuk már, hogy itt megváltozik egy kicsit, tehát egyetlen egy szempontból megváltozik. Ugyanúgy bólogat a madár, ugyanúgy kiemeli a csőrével a tárolóból a fogpiszkálót, de egyrészt ugye a szög, tehát nem keresztben van már a fogpiszkáló, hanem hosszába, ezt észrevettük. Másrészt viszont nincs semmifajta bonyolult mechanika, ugye, hogy a bábú megmoz, ezt már kézzel kell vezérelni annak, aki ki akarja venni a fókuszkárat, és látjuk, hogy ez egy folyamat vége, ugye, amely a különböző színű műanyagokban ölt testet. Ebből is tudok egyet óvatosan mutatni. Ez valamennyit bemutatottnál jóval kidolgozottabb, nagyon szép, igényes műanyag darab. És persze itt van, ugye, majd 100 évvel ezelőtt a fém változata ugyanezeknek. Látjuk azt, hogy minden ízében ugyanolyan. Azt is látjuk, hogy amit ma megtalálhatunk valahol, azok mind ilyen barnás, fémes, akármik, de hogy eredetileg ugyanúgy, ahogy a görög szobrok, eredetileg ezek színesek voltak, csak a sok használatban lekopott róluk a szín, de hogy látszik a fém, látszik a kidolgozás, és persze nem lepődünk meg, hogy a formatervezés mesterei az olaszok, ugye ebbe a műfajba előszeretettel visznek be ismét egy kis, hát nem tudom, mediterrán fantáziát. És igazából ez az a pillanat, amikor elkezdjük megérezni, hogy itt a csapó újabb és újabb mélységek nyílnak ki, mert hogy mutathattam volna, nem mutatok is, hiszen azért van itt. Ugye ez a jellegzetes, lekopott, fémszínű, ez már 19. század végi bólogató versenyző, és eredetileg látjuk, hogy így nézett ki, ez is gyönyörűen le volt festve, míves, kézműves termék. Ugye ott, itt hosszában van, ami most körbe megy, ott meg keresztben van a fogpiszkáló, egy egyszerűbb kivitelű változat, itt is hosszában látjuk a bólogatást bele. És hát persze, még gyorsan megmutatok kettőt, látjuk, hogy ez is bólogat, ez is olasz egyébként, ez egy igényes műanyag, ami pont a nagyon elterjedt fémekhez képest akar hát újdonságértéket jelenteni.
És akkor van hova tovább, a gyűjteményem két éke következik, mert hát ugyanezt a jól ismert műfajt egészen döbbenetes talppal, aranyozott madárral, nagyon izgalmasan edzett fémmel, tetővel és egyébbel is nagypolgári családok asztalára való módon dolgozták ki, ami persze csak követi a nemesi családok asztalára való ón-réz kombinációjú, a 19. század elejére datált, egészen különleges mechanikával rendelkezett, a hátrahajló madárhoz képest kinyitjuk a tárolót, ott van benne a fogpiszkáló, amit ugye a madár kiszed, és kezdődik a vacsora. Még megmutatok egyet a fémvilágból. Ez holland előzmények után Amerikában rendkívül népszerű forma. Farmer családok a falra, gerendára tudták kirakni ezeket. Ez már nem bólogat, de látjuk a madarat, meg látjuk azt, hogy keresztbe itt várja a fogpiszkálókat. És ezt most azért mutattam meg, mert ebbe az irányba megyünk tovább, hiszen ez a tárgy már arra hívja fel a figyelmet, hogy van egy pont, ahol minden stimmel, a madár is megvan, a horizontálisan fekvő fogpiszkáló is megvan, de már nem kikapja a madár a fogpiszkálót, hanem csak egyfajta esztétikai küldetése van, nincs már funkciója madárnak, bármi lehetne, egy non-figuratív mozzanat is lehetne, ahogy ezeknek a gerendára szögezhető daraboknak nagyon sok verziója már inkább csak virágmintát, ilyen indás, fém, öntött virágmintát tartalmaz, és nincs benne a madár, de nagyon fontos, hogy benne van a madár, hiszen azok, akik a bólogató madaras változatot ismerték, azok igénylik a madarat a fogpiszkálóhoz, és hogyha funkcionálisan már nem tud a csőrével ugye hasznot hajtani, akkor legalább valami fajta esztétikai benyomást keltsen. Legalábbis ne legyen rossz érzésünk, hogy nincs madár, ha már nem bólogat. És ugye ilyesmiket látunk most itt. Ráadásul, hát nem, én utálom azokat a fogpiszkáló tartókat, ahol függőlegesen áll a fogpiszkáló. De hát nem tudtam elkerülni, hogy nem mutassak néhány ilyet. Egyrészt látjuk a fát, ahol egyszerű dísz a madár. De látunk egy olyat, ez egy japán, az egy műanyag, ahol még pont úgy távolról pont ugyanúgy néz ki, mint amit megszoktunk, csak ez már csak ott ül a vájú szélén. Ő már nem szed ki semmit a csőrével, ugye tömpe ujjainkkal nekünk kell megpróbálni valahogyan eljutni a céltárgyig. Ezek meg egyszerű díszek csak ott, de nem tudja az alkotó elképzelni magár nélkül a fogpiszkáló. Ugye? Hát nem is baj egyébként, mert ilyen kis gyönyörűségek születnek, ez éppen, ugye megint egy egészen más típusú nyersanyag. Egyszerűen kell a madár hozzá, mert különben hát hogy nézne ez ki? Na jó, innentől kezdve felgyorsulnak az események. Azért mutatok megint delfint, mert megérezzük azt, hogy tulajdonképpen emlékszünk, ugye, a mi fogpiszkáló kikapó delfinünkre, hogy ugyanez a, hát nevezzük profánnak, tehát hogyha valaki egyszer belehelyezkedett ebbe a szakrális univerzumba, amit a bólogató madarak jelentenek, ugye, hogy valami hasonló egyszerűsödés, vagy popularizálódás, hogy a delfinekkel kapcsolatban is végbe megy, ugyanúgy eltűnik a funkció, de látjuk azt, hogy még ezek között is van kis különbség, mert ez még színekben is, vizuálisan is tartalmaz valamit az egykori billegő delfin világából. Ennek van alja, meg ennek is van alja, de ezeknek már semmi, ez csak egy forma, ami megkapja aztán a fogpiszkálót. Ennek a pici különbségnek megint óriási jelentősége lesz majd hamarosan. Ugye ezek olyan ilyen kis fogpiszkálócskák, amik kaptak egy plusz hát motivumocskát, megkapták a delfin motivumot jelezvén, hogy azért a delfinben is van valami. Tehát, hogy nem,
ne szorítkozzunk csak a madarakra, de ez az a pillanat, amikor azt a kérdést föltéve, hogy miért madár, ugye eddig csak az, hogy miért ember és miért delfin, de most megkapjuk a választ arra, hogy miért madár? Hát azért, mert hogy ahogy megyünk vissza az időben, egyszer csak ilyen típusú fogpiszkáló tartókat fogunk találni, csodálatos ötvös művészeti remekek, ugye, ahol a talapzattal rendelkező fémtesttel lukak vannak, és oda be lehet szurkálni a fogpiszkálókat. Portugáliának nagyon nagy jelentősége lesz. Ezt mondjuk épp Franciaországba gyártották, ennek is jelentősége van, hogy miért, ugye a pulyka, miért Franciaországban egy nagyon neves cégnél készült el így. Ezek későbbi versenyzők, de ugyanúgy segítik megérteti nekünk, hogy miért a madár. Tehát, hogy egészen mélyről jön, egészen ősi dolog ez a madár beágyazottság. Látjuk azt, hogy egy hát egy ilyen konkrét művészeti jellegű alkotás, mint kacsa, egy gyönyörű porcelán, fácánok és kakasok is mind várják azt, hogy beléjük szurkálják a fogpiszkálót. De csak ha már volt bakelit, meg volt Art Deco, akkor megmutatom, hogy ugyanezt az Art Deco is tudta, egy ilyen gyönyörű hajlított bakelit fejű. Ez ráadásul tömeggyártásban is készült. Előbb-utóbb hozzájutok egyhez, mert több példány forog. Ott a lukak azért elég jól láthatóak rajta. Ez egy kicsit megy abba az irányba, amit már láttunk. Ugye itt már nem a testébe szúrjuk bele a madárnak, hanem a madárra tartó tulajdonképpen. És ezek fém fogpiszkálók egyébként. Ugye azt kell tudni, hogy mit láttunk, a pórnépé vagy az alsó középosztály fogpiszkáló kultúrájának a termékei ezek a eddig oda beszúrt darabkák. Ugye a magasabb társadalmi osztályokhoz tartozók azok fém fogpiszkálókat használtak, ráadásul ugye nem tömeggyártottakat, hanem személyre szabott darabosakat. Ezeknek általában igényes tartójuk is volt. Charles Dickens fogpiszkáló tartós dobozát 8000 fontért auktálták nemrég, és ugye abban benne van az a csodálatos ezüst fogpiszkáló, amivel ugye hát a mester alkalomattán alkalmassá tette magát az írásra. Ennek már láttuk a gagyi változatát a delfines pikkeknél. Ugye ezek ugyanúgy nagyon igényesen kivitelezett fém fogpiszkálók, ahol díszítő elemként mindenáron a madárnak jelen kell lennie, mert anélkül mit sem érne ez az egész dolog. És jutunk vissza lassan a lényeghez, ez egy olyan csodálatos fogpiszkáló tartó, amiben bele kell szúrogatni a fogpiszkálókat, de azt látjuk, hogy itt fönt a madár, és egyelőre nem látszik jól, nem tudom kinagyítani, de higgyük el, hogy ezek delfinek. Megérkezik egyetlen fizikai térbe a delfin meg a madár, ahol a delfinnek van egy tartó funkciója, a madárnak meg van egy madár funkciója, hogy miért madár, azt még mindig nem tudjuk, most csak azt értjük meg, hogy a fogpiszkáló tartókon miért van a későbbiekben madár, de hogy egyáltalán hogy jön ide a madár, azt még nem tudjuk, azt még nem fejtettük meg. De látjuk azt, ez csak egy tartóka, bármi lehet a tetején, látjuk azt, hogy itt is ott van a delfin tartóelemnek. Tehát valahogyan, ugye, ez meg egy olyan delfin, hogy ilyen mitikus lény, és ugyanúgy várja, hogy szurkálják bele a fogpiszkálótartót. Eltűhet a figuralitás, és eltűhet az is, hogy bele kell szúrni, mert megjelenik ez a hordocskaszerű, utálatos, függőleges tartó elem benne, és ez az a pont, amikor egy pillanatra meg kell állnunk, ugye amikor ismét föltesszük azt a kérdést, hogy miért madár? Mert hogy egyébként egy sündisznó, ugye, vagy egy porcupine, vagy amit magyarra sülnek, vagy urzonnak fordítanak, ki tudja milyen megfontolásból, ugye a amerikai középkedvenc kisállata, egy alulbecsült hát fauna komponens a porcupine. Ugye, hát ő aztán,
ő aztán, ha valaki, akkor ő aztán nagyon alkalmas lenne, hogy így beleszúrogassunk tüskéket, mert hogy egyébként neki olyanjai is vannak. Ugye Quill ez a tüske, ami bök, és egyébként a fém helyett, meg a fa helyett ezekkel a quillekkel nagyon is lehet hát szájat, vagy fogakat ápolni, és mutatok is néhány ilyet. Az esztétikai tárgyhasználat elképesztően kreatív példája, ugye a fának és a porcupine tüskéknek ez a sajátos összekombinálása egy különlegesen kulturált műtárgyba. Ez, amit látunk, ez ugyanaz a forma, csak fémből csinálják meg a magát a fogpiszkálót, miközben a dobozában ráismerünk az ős formájára a fa fogpiszkáló tartóknak, és hát a rejtély megfejtése ott van a jobb felső sarokban, ugye az is Quill, de nem akárkinek a Quillje, hanem a libájé, mert hogy egyébként ugyanúgy, ahogy tollat vágunk, és az a éles vágott felület az alkalmas arra, hogy aztán tintába mártva írjunk vele, az alkalmas arra is, ugye, hogy a fog közegből eltávolítsuk azt, ami nem odavaló, és hogy egyébként ismét csak ugye a pornép számára a libatollból készült fogpiszkáló tartó az, ami a világ legtöbb országában a fogpiszkálót jelenti. Azt izgalmas vizsgálatoknak kéne kiderítenie, hogy melyik volt előbb. Hogy tollra használják-e, és akkor rájönnek arra, hogy ha tollra jó, akkor pörkölt maradékra is jó, vagy fordítva. Azért nem olyan egyértelmű a dolog, mert ha valaki megnézi a fogpiszkáló történetnek az idősorait, akkor van olyan, ami 5000 évre viszi vissza, hogy az első bronzkori lelet, ahol már a fogpiszkálás csinálja, és mellette valószínűleg 5000 éves, de van, aki 800000 éves leletet, egy homo erectus, egy fogatpiszkáló homo erectus tud egyébként egy nagyon izgalmas grúz lelőhelyen találni. Tehát, hogy nagyon hosszú története van ennek, hogy most melyik ponton kapcsolódunk bele ezzel a dolggal, nem tudjuk, de az biztos, hogy valamelyik van valamelyikből. Tehát csak annyi történik, ugyanaz a tárgy, létrejön, és aztán tudom másra is használni, mint amire egyébként létrejött. És nagyon jellemző, azért hagyom, hogy egyfajta ilyen bukolikus, rusztikus idill formájában ezek a képek még hassanak a jelenlévőkre, mert abban a pillanatban, amikor a 19. század 7. évtizedében elkezdődik a fa fogpiszkáló tartók tömeggyártása, abban a pillanatban vége van a libafarmoknak Franciaországban, tönkre megy egy gazdasági ágazat. Egyetlen egy dolgot cserélek ki megint a rendszerben, és pedig az, hogy borzasztó olcsón elő tudok állítani fa fogpiszkálót, ezért nincs szükség a Luthorra, és megremeg a félvilág. Mert onnantól kezdve az emberek fát használnak fogpiszkálásra. Hagyom, hogy hasson a méreg. És most még egy történeten végig szaladunk, és utána megpróbálom összefoglalni, hogy miről beszéltünk, és értelmet adni az egésznek. Mert most csak, ugye egyelőre még csak az élvezet. Bevezetésnek megmutatom, hogy aki jól figyelt, az tudja, hogy ez miért egy lehetetlen kombináció. Ugye? Tehát, hogy oké, a delfin lehet, mert támasztó funkciója van egyébként. Oké, bólogasson, de az, hogy a delfin beszúrjuk bele a fogpiszkálóba, ráadásul még pont egy fa delfinbe, ugye ez egy olyan típusú eklektika vagy ezotéria, amit már nehezen viselünk mi el, annál jobban esik rápillantani erre a decens úrra. Vele kezdődik a következő történetünk, mert immár, tehát most már értjük azt, hogy miért madár, értjük azt, hogy hogyan ment végig ez a motivum, de azt még nem értjük, hogy miért fa fogpiszkáló. Ez se olyan egyértelmű. Ez az úr, Charles Forster, akinek ugye a családi neve, a leghíresebb amerikai fogpiszkáló márka neveként él aztán mai napig tovább, aki az Egyesült Államokban jár, a legtöbb polcon, a boltokban Forster fogpiszkálós dobozt fog látni majd. Maine államban, az erdők hazájában élnek a Forster család, az apa, neves filantróp, bútorokkal is foglalkozik.
Az 1850-es években vagyunk, egy helyi vállalkozói kör az ifjú Forstert Brazíliába küldi. Egy intelligens, több nyelvet beszélő fiatalember volt, kereskedelmi feladatokat bíznak rá. Zárójelbe teszem hozzá a történelem kedvelőinek, akik közül néhányan ülnek a teremben, hogy egyáltalán nem véletlen, hogy az amerikai észak gyárosai Brazíliába küldenek a fiatal szakembert, mert noha a dél, a rabszolgatartó dél tart szoros kapcsolatot a rabszolgatartó Brazíliával, a két rabszolgatartó nációnak az együttmunkálkodásából származó eredmények realizálásába a déliek északi szövetségesei nagyon fontos szerepet játszanak. Ezért van az, hogy egy északi, egy méni a versenyző Brazíliába megy, aki ahogy megérkezik, azonnal fölfigyel arra, hogy ezek a feketék, hogy csak úgy ragyog az ő fehér foguk, meg hogy olyan népszerű a fogpiszkáló Brazíliába, hogy mint az ács az írónyát a füle mögött, mindenki a füle mögött hordja a fa fogvájóját, ami nagyon furcsa egy amerikainak, mert ő látott már ezüst fogpiszkáló, horribile dictu, arany fogpiszkáló tartót, látott nagyon sok fajta kvilt, de fa fogpiszkáló tartót, vagy fa fogpiszkálót nem látott ő, Brazíliában meg lát. Sehol másutt a világon nem láthatott volna a 19. század közepén fa fogvájót, csak is és kizárólag Brazíliában. Miért? Azért, mert Portugáliában már a 15. század közepe óta luxus terméknek számított a narancsfából készült kézzel faragott fa fogvájó, és Portugáliából szépen ugye hát a gyarmatosításnak a tempójában átköltözött Brazíliába. Nem véletlen, hogy nem Argentínába, Brazíliába költözött csak. Így aztán Forster annyit csinált, hogy hazaküldött az asszonynak néhány ilyen fa fogpiszkálót, hogy hát mivel mi bútorgyárosok vagyunk, meg állandóan fával dolgozunk, nem lehetne, hogy mi is ilyet olcsón előállítunk. Az asszony osztott-szorzott, megkérdezett egy vendéglőst, a vendéglőst mondta, hogy ez cool, ez szerinte, hogyha olcsón adnak neki, akkor itt a vendéglőjébe letett. Ezzel kitaláltak egy értékesítési csatornát, egy olyat, ami egyébként az akkorra már létező szabadalom, hogy hogyan kell nagy mennyiségű fogpiszkálót olcsón gyártani fából, már létezett, csak hiába létezett a szabadalom, ott van szinte olvashatatlanul kis betűvel a feltaláló, nem tudta átvinni a gyakorlatba. A Forster család megvásárolta a szabadalmat tőle, és ugye ezen a tehát ahhoz, hogy ez a történet aztán elinduljon a 60-as években Észak-Amerikában, ahhoz Portugáliának, Brazíliának és Észak-Amerikának kellett egy esemény horizonton valamilyen módon összeolvadniuk, és aztán meg is alapítják a fogpiszkáló gyárukat. Ugye látunk egy századfordulós képet, közel 40 év múlva már egy sokkal bonyolultabb, komplexebb fogpiszkáló üzemet látunk. Ugye ott egy képecskét bevágtam, hogy nagyjából ilyen rönkökből készül megfelelő gyalutechnikával a tömeggyártott fogpiszkáló, hihetetlenül olcsón. Ugye ilyen moldovás történetekből erről képet alkotók azt hihetnék, hogy ilyen gyufagyártás mellékterméke, mert máshol van nem jó fákból, így nem, ez egy abszolút gyártósoros, automatizált tömegtermék. És ahhoz képest ugye, hogy egyébként a történet Forddal, meg a Ford autóval kezdi el valahol a 20. század 10-es éveiben igazából komolyan az automatizálásnak a történetét, valójában az már 50 éve zajlik a fogpiszkáló üzemekben az Egyesült Államokban, mert emberi kézre csak a legvégén van szükség, amikor dobozolják az elkészült fogpiszkálót, végig megcsinálják ezt a gépet. Ínyenceknek mondom, hogy Toothpick Producing, vagy ilyen típusú kereső szavak beírásával a YouTube-on tömegével fognak találni olyan egészen felvillanyozó videókat, ahol a gyártási folyamat elejétől a végéig mutatják, hogy hogy készül a fogpiszkáló egy ilyen amerikai üzemben. De ami érdekes az az, hogy mill, ugye? Mert a malomhoz semmi köze egyébként neki.
Ugye? De mégis úgy hívják, hogy to speak mill. Nem oldom föl a feszültséget. Aki gondolkodott azon, hogy miért delfin, meg miért ember, meg miért madár, az gondolkozzon az is, hogy miért malom, ha egyszer nincs semmi bütykös tengely benne, meg miért malom? A város, ahol a Forsterék elkezdnek termelni, az 50-es évekre, a 20. század 50-es éveire a világ fogpiszkáló fővárosává válik. Látjuk a darabokat. A világ fogpiszkáló gyártásának 90%-a ebben a egyetlen kis településen történik. Évi 75 milliárd darab. Ma a világ fogpiszkáló gyártásának 90%-a Kínában történik. Ilyen hatalmas malomkerék, nincs köze az előbb. Malomkerékre emlékeztető módon összegöngyölegezett fogpiszkálókat ilyen fém abroncsokkal, kamionokkal beszállítanak, és akkor szétdobozolgatják az adott országokba. Az összes fogpiszkáló, amit a magyar polcokon találunk, legyen az Fackelmann, legyen az extra fogvájó, legyen az a Holzspitz, vagy a Krasznaker terméke, vagy az Aldinak és a többieknek a saját márkás fogpiszka, mind ugyanolyan. Jellemzően szőrös juharból készült kínai fogpiszkáló, mert a bambusznak a mikrobakteriális szerkezete az európai ínyeknek nem a legkedvezőbb. Oké, ez megint csak egy kitekintés vagy egy érdekesség, hogy persze azért ehhez az egész történet nem csak a portugálok kellettek, akikről még mindjárt pár szót ejtünk, meg a brazilok, hanem az is kellett, hogy itt legyenek ezek a gigantikus erdők, meg legyenek a favágók, akik egyébként, ahogy elkezdődött ez a fogpiszkáló hisztéria, ugye a legbrutálisabb hatalmas nagy fatörzseket, azokat rögtön fogpiszkálónak kezdték el nevezni, és egyébként ilyen képekből, ahol favágók az általuk kidöntött gigantikus méretű fatörzseken ülnek, ilyenből több albumot meg lehet tölteni, annyi született és annyi készült. Alapvetően, hogy az amerikai nagyvárosoknak a házainak a nagy része nagyon sokáig, bizonyos értelemben mai napig könnyű szerkezetesen fából készül, nincs urbanizáció fa nélkül, meg fa írtás nélkül Amerikában, és egy pillanatra azért ilyen friss klimatikus fejlemények és veszélyek okán azért jegyezzük meg, hogy erdőtelenítésben bizony jócskán szerepet játszottak az urbanizációs igények mellett a szájhigiénés igények is. Na, tehát, hogy ugye természeti adottságként ott a fa Maine-ben, de az, hogy ugye a kiváló egyeteméről híres Coimbra környékén egy Lorvao nevű községben egész Európa számára gyártják luxus cikként a faragott narancsfából készült fogpiszkálót, ez egy olyan szál, vagy ez egy olyan ok, ami miatt nélkül nincs automatizált fogpiszkáló termelés. De persze, ha az ifjú Forster nem utazik oda, akkor mi van? Tehetnénk föl a kérdést, csak akkor hogy csinálta meg a szabadalmát a Forster brazil útja előtt ez a másik úr? Tehát, hogy ezek a pókfonalak is nagyon bonyolultan kapcsolódnak össze, minden esetre nézzünk egy kis narancsfát, ugye, mert hogy így néz ki ez a nagyon híres portugál nyersanyag. És miután hagyjuk magunkban leülepedni a feszültséget, hogy igen, akkor a 60-as évektől kezdve elkezdődik a fogpiszkáló, a fa fogpiszkáló ipari tömeggyártás az Egyesült Államokban olcsón, aminek jelen pillanatban ez a világ legrégebbi elérhető fogpiszkálós doboza. Ez nagyjából az amerikai polgárháború előtt kerül még ki a piacra. Ezt is körbeadom, ki lehet nyitni, meg lehet nézni. És az ínyencek felteszik maguknak a kérdést, hogy vajon mitől ennyire puritán, mitől ennyire egyszerű, miért van csak itt egy ilyen információs, majdnem leszettem a szét, mitől van egy ilyen kis információs anyag, nem ismerünk rá a megszokott küllemre, amit egy fogpiszkáros doboztól elvárnánk. Miért? Hatásszünet. Azért, mert még nem indult el a marketingnek az az őrülete, amelyik a 19. századnak a 80-as éveitől kezdve a csomagolást is eladás ösztönzésre kezdi el használni, mert még csak funkcionális célja van annak, hogy ilyen nagy kiszerelésben legyenek az otthonokban fogpiszkálók. Ezért van az, hogy
Ugye így néznek ki ezek a legkorábbi darabok, és most vissza, jaj, nem mutattam Quillt. Ezt ebbe az irányba indítom el. Így néz ki egy 19. századi Luttól fogvályó, és így néz ki akkor, amikor olyan dobozba rakják, mint amilyenbe a fa fogvályot szokták rakni. Mert hogy most ráültetem a poént, és már a végén járunk. Amikor már fillérekért lehet a Maine-ből származó, ugye különböző fákból készülő fogpiszkálókat venni fillérekért, centekért az Egyesült Államokba, az Estes vállalat miért kezd el portugál narancs fából készült, speciálisan csomagolt fogpiszkálókat importálni az Egyesült Államokba? Így néznek ki. Ezek kicsit kisebbek, mint az amerikaiak. Egy ilyen nagyobb csomagban kisebb csomagok vannak, itt darabonként. És ez annyira így van, hogy itt van egy példány belőle. Ez nagyjából a századforduló előtt, valamikor 1890 sok, Amerikában ilyen a portugál narancsfa fogpiszkálókat visznek be. De miért? Hát azért, mert abban a pillanatban, hogy megtermi, hogy ez az olcsó tömeggyártott fogpiszkáló megtermi a maga piacát, azonnal megtermi a maga luxus piacát is. Tehát ha vannak olyanok, akik ugye a mindenki által elérhető amerikai ugye fehér nyír a leggyakoribb fafajta, amiből készül, mondjuk a fehér nyír fogpiszkáló, meg azt, akkor kell valaki, aki azzal is mutatja a társadalmi státuszát, hogy ő drágább fogpiszkálót vásárol. És honnan vásárolhatnának drágább fogpiszkálót, mint a 15. század óta Portugáliában gyártott változat. Csak egy idő után már ez se elég luxus. És soha nem tanultam volna ezt meg, és Harry Petroski könyvében sincs benne, mert nem volt elég alapos a mester, hogy egy idő után már ez se elég luxus cikk a portugál narancsfa. És megjelenik az osztrák import a 20. század elején az Egyesült Államokban, az Alpwood, meg nem mondom, hogy milyen fajta, szerintem kizár dolog, hogy bármifajta fenyőféle legyen, mert az nem jó fogpiszkáló alapanyag. Alpwood Ausztriából, ezért lehet a legtöbbet kérni. És megőrülnek az emberek az igényesen kidolgozott Alpwood fogpiszkálója, fehérségével hódít, és most tényleg egyszerűen nem is akarok sok szót vesztegetni arra, hogy hogy kerülnek ide az elefántok. Mert ugye abban a pillanatban, hogy a fehérség megjelenik az asszociációk terében, abban a pillanatban az ivory, az elefántcsont megjelenik, és azonnal útjára indul megint egy ilyen folyamat, mert azt látjuk, hogy ez például a két világháború közti Magyarország legnépszerűbb fogpiszkálós doboza, a TEL, nagy ritkán előfordul Vaterán egy-egy darab belőle. Most már nyugodtan licitálhat rá bárki, nem vele fog összecsapni. Nekem már van belőle elég. Esküszöm, hogy Magyarországon, aki ezzel foglalkozott, forgalmazta, csomagolta, valamit csinálva, álmában nem jutott volna eszébe, hogy miért elefánt lesz ennek az állata. És ugye persze, hogy miért jellemnek meg aztán ugye egy faragott fa elefánt fogpiszkáló tartó, de most az elefánt, éppen csak felvillantottam az elefántot, mert ugye az érdekes az, hogy abban a pillanatban, hogy megjelenik egy ugye kék óceán gazdaság, egy kék óceán stratégia, hogy az Egyesült Államok a világ legnagyobb, legolcsóbb fogpiszkáló gyártója, ugye nem csak behozzák a portugál meg az osztrák fogpiszkálót, hanem az egész világba elkezdenek exportálni, kivéve Brazília és Ázsia. Most le is rakom ezt, mert már nem utolsó levezető szakaszba érkeztünk, még egy Quillt, ezt elfelejtettem elindítani, még egy Quillt megmutatok. Ez ilyen díszquill nemzeti parkokban mutatják, hogy ilyen lett volna, hogyha az lett volna, amilyen. Tehát, hogy ez egy ilyen csinált Quillt. Amit próbáltam megmutatni, meg érzékeltetni, meg sejtetni, az az, hogy itt ezekben a folyamatokban, ahogy egy-egy lépéssel haladunk előre, történik valami, változik valami, valami tovább él, de nem teljesen úgy,
Ebben van valami nagyon jellegzetes, a kultúra más területeiről is jól ismert mintázat, ahogyan ráismerünk arra, hogy jé, hát akkor, amikor az történik, ugye, hogy elkergetik a zsarnokokat Görögországba, vagy az antik Hellászba elkergetik a zsarnokokat, ugye, és már nincs király, nincs Basileus, hanem jönnek helyette ugye a népfelség szolgái, az archónok, akkor azért az egyik archont csak hívjuk már archón Basileusnak, mert de miért? Hát ugye semmi köze neki a királyhoz, csak hogy mégis, akkor ő legyen archón Basileus, mert hát azt azért a hellének megszokták, hogy egy Basileusnak kell lennie. Eltűnik az értelme és a tartalma a Basileusnak, de a formához ragaszkodunk, és ezért archón Basileusnak fogják hívni a fő archont. És ugye innen persze akármilyen irányokba lehet menni, mert ha ugye van lepke rajongó, akkor biztos tudja, hogy az mifajta lepke, aminek az egyik neve archón, hogy lesz a lepkéből archón aztán, vagy hogy mitől lesz ilyen népszerű valahol a fantázia világban, hogyan kell, tehát hogy ugye a Basileus kelt új életre az archónba, és aztán most attól, hogy az archón ilyen erősen megkapaszkodott a kultúrában, onnantól kezdve meg az archón kezd új életre, és megy át mindenfajta más tartományokba. És akkor, ha már ugye az antikvitásnál vagyunk, akkor válasszuk a következőt, egy brutális anyagi objektumot, egy márvány, vagy márvány imitációs oszlopot, ugye, aminek volt egy alapvető építészeti funkciója, és pedig ugye az, hogy statikailag biztosította azt, hogy egy épület létezhessen. Erre volt szükség az oszlopoknál. Csak hogy eljön a 19. század utolsó harmada, urbanizáció, vasbeton, sokkal komolyabb átidaló szerkezetek, és egyszer csak nincs szükség az oszlopra, mint tartóelemre. De hát nem lehet kirakni az oszlopot az épületekből. És megjelennek azok az oszlopok, amelyeknek semmifajta statikai funkciója nincs, már csak esztétikai funkciójuk marad. Oda rakják, hogy legyen oszlop. Nagyon vicces, van egy kedvenc története. A Budapest 8. kerületében épült egy szakszervezeti ifjú munkás székház a két világháború között, ahol ilyen brutális nagy márvány imitáló oszlopok voltak a szoba közepén, és az ifjú munkások ennek az oszlopnak az üregébe rejtették el a szakszervezeti könyvtár teljes állományát a németek elől, és így a II. Világháborút ugye az eképpen előálló oszlop rejtek helyen élték túl egyébként az ő könyveik. A antropológiai irodalomban jártasaknak talán fölidéződik egy utolsó epizód vagy anekdóta. Franz Boas, aki szintén a két világháború között indulva az egyik klasszikusa lett az etnológiának, ő meséli el a saját érdekes történetét. Egy skandináv városban töltött el hosszabb időt, és döbbenten látta, hogy az emberek belépnek egy puritán templomba, jobbra fordulnak, és az üres fehér fal előtt vetnek egy keresztet, majd bemennek a templomba. És ezt úgy megjegyezte magának, ejtett egy feljegyzést erről, majd sok év múlva írt neki egy helyi ismerőse, hogy felújították a templomot, leverték a régi vakolatot, és azon a ponton, ahol az emberek oda nézegettek, ott találtak egy szentképet, a talán Mária képet, nagyon nehezen volt kivehető, ugye amit, ugye gondolom, hogy egy ilyen purista vagy puritán indulatban, ugye egy korábbi időszakhoz képest eltüntetni kívántak, hogy csak a belsőségekre koncentráljunk, és ne a külsőségekre. De hogy milyen érdekes, mondja Boász, hogy ugye mi csak azt látjuk, hogy ott valaki a semminek keresztet vett. De hogy ennek van egy nagyon hosszú folyamata, ugye, mert hogy azok, akik még életükben látták és tudják, hogy ott van egy kép, ők nem a semminek vetik a keresztet, hanem bemennek és tudják, hogy ott volt egy kép. Azok, akik még nem látták az eredeti képet, de látták azokat, akik a képnek vetnek keresztet, azok megtanulják, hogy ott valami miatt keresztet kell vetni, de szép lassan már nem tudják, hogy miért. És aztán eljönnek azok a generációk, akik már semmit nem tudnak, csak azt, hogy ez egy ilyen... ez kell. És... voltak éppen ilyesmiket láttunk, erre emlékeztető változásokat vagy átkötéseket, és befejezésként, hát hogy föltegyem az íre a pontot, ezzel a három fogalommal szeretném megismertetni a jelenlévőket, amelyekről úgy gondolom, hogy
A mai társadalom tudomány irodalomban a legtermékenyebb fogalmi fegyverzetet jelentik akkor, amikor szeretnénk megérteni ezeknek a változásoknak a szerkezetét. A granularitás alatt azt érti az elmélet, hogy mindenfajta kiszerelésben és méretben örvénylenek körülöttünk a rendszerek, amelyeknek minél távolabbról nézzük, annál egyszerűbb makro struktúrája van, minél közelebb megyünk, annál jobban látszanak az apró részletek, de ahhoz, hogy a makro struktúrának a mozgását megértsük, ahhoz elkerülhetetlen, hogy addig a felbontásig ne jussunk le a mikroszintre, ahol a változásokat magyarázó okokat nem találjuk meg. Akkor granuláris egy elmélet, ha képes arra, hogy a lehető legkisebb szükséges rendszerszintet vagy nagyságrendet azonosítsa. Nem arról van szó tehát, hogy mindenáron törekedni kell lefelé és a kicsi felé, hanem a szükséges kicsinség, a szükséges apróság, ez a granularitásnak a követelmény. A másik kulcsszó az affordancia. Ezt az ökológiai pszichológusok kezdték el használni, a környezettel való kapcsolattartásnak a hihetetlen mennyiségű finomsága, csatornája, oda-vissza játéka kapcsán keresték azt, hogy mi magyarázza a lehetséges egymásra hatásokat, és a lehetséges egymásra hatások csatornáit hívják ők affordanciának. Egy kicsit olyan, ugye, mint amikor a nyelvben van egy szó, egy szónak mi az affordanciája? Hát az, hogy hány másik szóval kapcsolódhat össze, hányféleképpen ragozhatom, attól függően, ugye, hogy mit tartok fontosnak, ugye hívják valenciának is a nyelvészek, mennyi lehetséges kapcsolata van. És persze innen a ökológiai pszichológiától importálták a régészek, ugye nekik iszonyú nehéz dolguk van, mert egy olyan múltat kéne rekonstruálniuk, amiben szellemi tartalmak, meg emberek, meg dolgok, tárgyak, általuk manipulált, készített tárgyak, artefaktumok, meg természetes objektumok vannak. Hát ki dönti el, hogy egy tűz nyom egy barlangfalon? Az egy emberi tűzrakó tevékenység eredménye, vagy a denevér ürülékben rejlő foszfát öngyulladása miatt kialakuló tűz? Ugye egészen különböző dolgokról van szó, ezért nagyon nagy jelentősége van annak, hogy mi mihez és hogyan kapcsolódhat. Először még csak így láncba próbálták felfűzni. Találunk egy tárgyat, mit lehet köré fűzni, meg hogyan. Milyen következtetést lehet levonni a tárgyról a szellemi tartalom irányába. A szellemi tartalmak felől el lehet-e jutni tárgyakhoz. És ugye nem teoretikus kérdésekről van szó. Ha találnak egy tárgyat, amelyik fallikusnak néz ki, akkor az biztos egy szakrális objektum, mert fallikus szimbólum. Most konkrét példát mondok, az egyik legősibb tűzgyújtó szerszámot sikerült hosszú időn keresztül ugye fallikus szimbólumként hát regisztrálni és beszélni róla, miközben valamiben egy egészen hétköznapi praktikus tárgy volt egyébként. Na minden esetre, tehát a régészek azok, akik ráugranak erre az affordancia dologra, és fölismerik, hogy igazából, ha az általuk megtalált tárgyakat megpróbálják behelyezni egy sokkal összetettebb kapcsolati térbe, és a tárgyakat is összekötik, meg az elképzelt objektumokat, amikkel a tárgyal kapcsolódhattak, még egyszer szellemi objektumok és emberek is, akkor egy sokkal jobb képét tudják adni az egykor volt közösségnek, vagy annak a mindennapjainak. És ilyen értelemben az affordancia mindenre használható, ahol arról van szó, hogy az együttállásoknak, vagy a kapcsolódásoknak a bonyolult rendszerében hol és mi változik. Létrejön egy új, egy innováció mindig affordancia képző. Abban a pillanatban, hogy megjelenik egy új elem, ugye levágom a lúttollat és írok vele, de jaj, ez fogpiszkálásra is jó. Amíg nem volt jó írásra, ha ez volt a sorrend, addig nem lehetett jó fogpiszkálásra sem. Látok, milyen lencse ez a kontaktlencsét itt. Hát az se szemészeti, ugye a műanyagokkal való kísérletezés őskorában
egy cseh innovátor egész másra akarta használni azt az anyagot, amiből aztán a kontaktlencse megszületett. Egyébként belátható jól az innovációnál, hogy miért affordancia képző. De a fordítottja is igaz, ha valami eltűnik a rendszerből, az is hirtelen, ugye, mint egy, ugye egy cekker a piacon, sok ilyen háló, belerakok valamit, akkor széthúzódik a hálószem. Nem csak egy ponton változik meg a rendszer, hanem nagyon sok ponton. Ha kiveszem ezt, akkor ugyanúgy nagyon sok ponton változik meg. Ha valami módosul, valaminek hirtelen egy másik affordanciája kerül előtérbe, amit mondjuk a madarak kapcsán elég sokat láttunk. És ebből az egész kultúrának egy olyan képe rajzolódik ki, amelyik úgy kezd el tekinteni eseményekre és változásokra, hogy azt keresi, hogy az adott pillanatban rendelkezésre álló affordancia készlet éppen mit tesz lehetővé, milyen szereplő számára. Ugye természetesen minden egyes ember, aki döntést hoz és a rendszerbe beavatkozik, az szereplő, aktor, a Forster család, a Forsternek a felesége, a szabadalmi valaki, a brazil versenyző, ugye, aki megint, ők aktorok ebben a rendszerben. De aktor a méni erdőség is, tehát ahhoz ugye, hogy egy adott pillanatban összeálljon valami, egy lépési, egy eseményi, ahhoz kell az erdő is. Ahhoz pont az kell, hogy a portugálok Brazíliába menjenek, mert Argentínában már minden másképp történik. A természeti környezet, a nyersanyagok, azok is aktorok ebben a játszmában, az emberek is aktorok, és láttuk számos formájában azt, hogy a szellemi tartalmak is aktorok. Bazileusztól a fogpiszkáló történet néhány izgalmas részletkérdésén át azt láttuk, hogy az is aktor. És erre ugye a rendszereket mi úgy szoktuk meg, a rendszerek azok olyan nagy dolgok, olyan statikusak. Ugye Thomas S. Kuhn, a tudományos forradalmak szerkezetváltás, hogy van a newtoni paradigma, az egy nagy rendszer. És akkor az a mozdíthatatlan, és egyszer csak jön az einsteini paradigma, az is egy nagy rendszer az Einstein. Az, hogy a társadalmi birodalom is az egy nagy rendszer. A nemzetállamok az olyan nagy rendszerek. És akkor ugye, ha megyünk az anyag, mindenfelé a nagynak, statikusnak látjuk a nagy rendszereket, minthogyha ilyen természettörvény jelleggel folyamatosan léteznének és termelnék újra magukat, pedig valójában sokkal inkább úgy működik ez a dolog, mint egy állandóan fölépülő, hogy az affordanciák hálózatain keresztül egy adott pillanatban aktualizálódó kapcsolatrendszer, éppen ami rendelkezésre áll egy akciótérben, abból összeállhat egy funkcionális rendszer. Ha nincs fa, nem áll össze egy funkcionális rendszer, fa, fogpiszkáló tartor. Ha egyszer liba van, ha egyszer porcupine van, akkor abból készül a fogpiszkáló. Ami rendelkezésre áll, összeáll a funkcionális rendszer, megoldja maga problémáját, majd szétesik, és a darabkái újabb funkcionális rendszerekbe épülnek be. Ezt a statikus kultúra képet, ha innen alulról elkezdjük szétrázni és újra összerakni, akkor egy egészen másfajta, a kulturális mozgásnak és a kulturális változásnak egy egészen más képével szembesülünk, és azt gondolom, hogy tulajdonképpen bárhonnan vehettünk volna példát, csak az nem lett volna olyan izgalmas, mint a fogpiszkáló történet. Köszönöm szépen a figyelmet!